Shuffle, kickback type of a game called the Kansas City Shuffle. Where as you look left, they fall right into a Kansas City Shuffle. A Pokémont nem kell bemutatnom senkinek. A 90-es évek közepén, végén úgy robbant be a köztudatba, hogy az a mai napig is megalapozta a széria sikerességét. Szerintem mondanom sem kell, én is 9 éves koromban találkoztam a franchise-al a tévében, hamisítatlan japán anime formában. Gyermekként nagyon szerettem, volt is egy cipős doboznyi Pokémon tazóm, amit akkoriban a chipshez adtak, vagyis benne volt a csomagban, mi pedig gyűjtöttük, és erre lehet azt mondani, hogy teljesen indokolatlanul, mert ezzel azóta sem derült ki, hogy mit lehetett játszani. Bevittük a suliba, és egymásnak mutogattuk, hogy kinek milyen ritkaságot sikerült megszerezni, erre már ki is épült egy mikrogazdaság, én például volt, hogy Pokémon tazóért vettem egy szendvicset vagy egy pizzát. De amikor egy költözéskor az egész elveszett, úgy kiábrándultam az egész Pokémonból, mint kerek egész világból, hogy csak jóval később egy használt Nintendo DS-en találkoztam vele újfent. Annyit még szeretnék elmondani, hogy sosem tartottam magam elkötelezett rajongónak, nálam a párhuzamosan futó Digimon volt a nyerő, de az eltűnt a sülyeztőben a marketing tőke és az eladható plüssök hiányában. Kár érte. A Nintendo DS-en játszott játék volt a Pokémon Platinum. Egy olyan mély RPG elemekkel telenyomott, bonyolult számrendszerre és szabályrendszerre támaszkodó játék, amit egy ilyen címtől biztosan nem várna senki, aki ezzel a játékkal még nem találkozott. Ha azt hiszed, hogy a kemény vonal a szerepjátékok háttérben történő számításai jelentik a szakma csúcsát, akkor még nem láttad a Pokémon Platinumot. A nagybetűs, felnőtteknek készült Pokémon videójáték. Nem állítom, hogy ezzel egy gyermek ne tudna játszani, de hogy eredményeket nem fog benne elérni, az biztos. De nem csak ez az egyetlen a szériához tartozó játék, ami elképesztően bonyolult játékmenetet kínál, ugyanis a Nintendo minden platformjára a Mario és Zelda mellett prioritásként ontja magából a Pokémon játékokat. Ez sajnos most abban az irányban módosult, hogy ugyan jönnek az új címek a jelenleg futó Switch generációra is, de azok már érezhetően kisgyermekeknek készülnek. Legalábbis a bemutató tárgya egészen biztosan, de a Sword and Shield sem tartalmaz taktikai mélységet, és ez borzasztóan nagy kár. Ezt én el sem tudom mondani, mennyire sajnálom. Kicsit olyan érzésem van, mintha a már felnőtt Pokémon rajongókat magára hagyták volna. Értem én, hogy egy harmadik X-es felnőtt férfinak van némi szekunder szégyenérzete valamennyi pokémonozás közben. De ezt az érzést mindig elnyomta az adott játék taktikai mélysége. Most viszont ez már nincs, így viszont nem tudok máshogy hivatkozni rá, mint hogy egy gyermeknek tökéletes, vagy gyermekkel együtt játszva kóban tökéletes, de felnőttként ez már egészen más megvilágításba kerül. El is mondom miért. Tehát a Pokémon Let's Go Pikachu vagy Let's Go Eevee, csak zárójelben mondom, aki esetleg nem tudná, mi a különbség a kettő között. Semmi, de tényleg, kapitális semmi. Mindössze a fő karakterünk vállán egy Pikachu vagy egy Eevee fog ülni. Ennyi. Tehát a játék 2018-ban jelent meg immár Switch konzolokra. A grafika tagadhatatlanul rajzfilmes, Animal Crossingos, de részletes és esztétikus. Ezzel nincs probléma, nem ezért veszünk Pokémon játékot, a grafika teljesen 22. rangú elvárás egy ilyen játéknál. A négyzetrácsos elrendezés sem zavaró, és én könnyen megszoktam, sőt néha még olyan érzésem is volt, hogy jól is néz ki. De azt hagy emeljem ki, hogy a budget érzés egyszerűen nyomasztó. Érezni fogod, hogy egy jó játékkal játszol, de nagy extrákra nem számíthatsz. Ezt jobb, ha még a játék elkezdése előtt az ingyenesen elérhető demo alapján a fejünkben rendbe tesszük, különben hatalmas pofára esések lesznek belőle. Elvitathatatlan, hogy a Nintendo nem árul zsákba macskát, nem marketingelték világmegváltó grafikát ígérve. Viszont a több mint 150 elérhető Pokémon és azok különböző statjai és képességei már más tészta. Először is el kell fogni őket, ami egy minijáték keretében történik és kihasználja a Joy-Con irányító giroszkópjait, de ha óriási fan vagy, lehetőséged van egy pokélabdával is játszani a játékot, ami egy teljes értékű irányítónak felel meg. Apropó, nem szükséges mind a két Joy-Con a játékhoz, elég csak az egyik is. Ezt az extenderrel kibővítve igazán kényelmesen játszható játékot a pihenésre találták ki, ebben biztos vagyok. Dokkolt üzemmódban, egyszerű levegőben suhintással eldobjuk a labdát, vagy az egész konzolt kézben tartva azt forgatva tudjuk becélozni a kiszemelt Pokémont és egy jól időzített dobással elkapni.
Annyi taktikát kapott az egész, hogy nem minden Pokémon fogható el könnyedén. Némelyiket le kell kenyerezni egy kis cukorkával, vagy egy másik pokélabdát kell használni, ami növeli az esélyt a sikeres elfogásra. Jó pofa és kihívás is van benne, hagy szúrjam ide a kicsit sem rossz májú megjegyzést, hogy a 60. elfogást követően nem lesz bennünk nagy izgalom, mindössze némi frusztráció, ha nem sikerül tökéletesre, és emiatt iszonyú kevés tapasztalati pontot kapunk. Na de ennyit az elfogásról, ez a része a játéknak másról már nem szól. További cselekvéseink nagy részét a harcok teszik ki. Na ez már egészen rendben van, taktikus, érdekes, izgalmas, de borzasztóan repetitív. De nem annyira, hogy emiatt eldobjuk az egészet. A játék közepére érve már kifejezetten nehéz harcok vannak, és be kell vetni minden Pokémont, ami nálad van. Mert hatás-ellenhatás elvén némelyik Pokémon képes egy ütéssel végezni az ellenfelével. Ilyenkor visszahívjuk a labdába, és előhívunk egy újat, ami már hatásosabb lesz. A csaták körökre osztottan működnek. Minden cselekvés, legyen az támadás, új lényválasztás, hílelés egy körnek minősül. Jól meg kell fontolni minden lépést, mert ha csak a támadást nyomogatjuk, az egy idő után állandó vereséghez vezet majd. Például egy harc elején érdemes megmérgezni, vagy meggyújtani, vagy már az első körben az életét lassan körönként elszívni, mert ezeknek hosszú távon van értelme. Ez az a része a játéknak, ami a képernyő előtt tart. Van itt kihívás, taktika és szükséges a gondolkodás is. Éppen emiatt iszonyat a képességek fájdalmasan középszerű megjelenítése és a harcokon kívüli játékmenet. Ugyanis ha nem elfogunk vagy harcolunk, akkor elénk tárul egy közepesnél rosszabb baktatás, ami kimerül abban, hogy megyünk egyik városból a másikba. A városokban elérhető trénerek legyőzéséért kapunk kitűzőket, de nekem személy szerint hiányzott, hogy ennek vizuális jelen nincs. Ezek a harcok nehezek és látványosak, de ezen kívül minden város ugyanolyan. Házak, boltok, gyógyítóhelyek, amelyek minden városban ugyanúgy néznek ki, ott ugyanazok az emberek dolgoznak. Az önismétlést meg sem próbálták elkerülni. Emiatt az új helyszínek elérésének nincs semmilyen motiváló hatása. A városok közötti részek változatosak a maguk módján, azok rejtenek mindig felvehető tárgyakat és egyebeket, de nagy dolgokra ne számítsatok. Ami a legfantasztikusabb, a nálad lévő Pokémonok fejlődése és evolválása. Új képességeket tanulnak, és rajtad áll, hogy a kapott képességet lecseréled egy régivel, vagy eldobod, mert haszontalannak véled. Ami a legborzasztóbb, a szegényes játékmechanikai elemek tömkelege. A táskánkban turkálva tudunk fejleszteni a kedvenc Pokémonjainkon, a statjaikat egy-egy ponttal növelve cukorkákkal. Itt érződik, hogy lenne egy taktikai elem, és a fejlődés látható is a harcokban, de nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy a foganatja a fejlődésnek kimerül annyiban, hogy nagyot ütünk, vagy a támadásokat van esélyünk kikerülni. Ez vérszegény, és most nagyon finoman fogalmazok. A Pokémonok elkapásáért kapott tapasztalati pont az úgymond partiban lévő 6 Pokémon között oszlik el, vagyis azok megkapják a pontokat. Ez rendben is volna, mert így nem mindegy, hogy hogyan állítod össze a csapatot, amivel csatába vonulsz. Hiszen ha csak a táskánkban van, akkor ott nem tud fejlődni. De borzasztóan sok tapasztalati pontra van szükség, elképesztő mennyiségű grindra lenne szükség egy teljes csapat maximális szintre fejlesztéséhez. Ez a monotonitást tűrő embereknek teljesen megfelelő is lehet. Azonban 2021-ben erre már azt mondjuk, hogy nagyon rosszul öregedett. A kooperatív élmény nagyszerű. Játszol, beül melléd a társad, párod, gyermeked, megnyom egy gombot a másik Joy-Conon, és már ott is van. Semmi beállítás, semmi programozás, egy gomb és csettintése melletted van. Másodhegedűsként szaladozik mellettünk ugyan, de eldönthetjük, hogy most ő kapja el a Pokémont, vagy ő harcoljon, vagy hogy hogyan fejleszünk együtt. Összességében 2021-ben, de szerintem ez már 2018-ban is egy borzasztóan elavult játékmenettel rendelkező gyermekjáték gyermekeknek. Felnőttként sem ördögtől való bűn egy ilyen játékkal játszani, de nem tudom azt mondani, hogy jól szórakoztam végig. Nosztalgikus élményként nagyszerű, jó látni a régen látott lényeket szebb grafikával, de a nosztalgia kifullad egy idő után és átveszi a helyét a hegynyi méretű mindent átfogó semmi. Ha szereted a szériát és el tudsz vonatkoztatni a cuki-muki cukorkáktól, akkor 20 óra alatt a végére érve nem jár rosszabbul senki, mint 100 órányi Ubisoft játékkal. Minden esetre én köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni, vagy benyomni a csengőt, megnyomni a lájkot vagy diszlájkot, és ne felejtsétek Twitchen minden hétköznap este 6-tól, este fél 10-ig, valamint pénteken délután 4-től este fél 8-ig megtaláltok, ahol mindenféle játékokkal játszunk. Köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk. Sziasztok, srácok!